Amiről most szó lesz, azt már nagyon régen fontosnak tartottam. Nem csak azért, mert ez egy fontos téma önmagában, hanem azért is, amilyen irányba a világ halad. És egyre inkább az emberek érzékenyek mindenre, ami nem egyezik az ő világnézetükkel, vagy, vagy próbálja esetleg azt valamilyen formában korrigálni. És Pontosan erről lesz szó most is. Azt mindenkinek meg kell értenie, mindannyiunknak, hogy figyelmeztetés nélkül lehetetlen javulni vagy segíteni másoknak, amennyiben mi nem vagyunk nyitottak arra, hogy elfogadjuk azt, amikor a mi hibáinkra felhívják a figyelmet, akkor nagyon nehéz lesz javulnunk, hiszen akkor csak és kizárólag arra fogunk hagyatkozni, amit mi gondolunk, vagy amit mi értünk a világba. Ez az egyik, a másik pedig az, nem tudhatjuk, hogy ki az, akit a teremtő felhasznál, hogy figyelmeztessen minket a hibáinkra, és segítsen abban, hogy jó útra tereljen minket. Nem tudhatjuk, hogy ki az, aki, akit ő küldött azért, hogy minket visszatereljen a helyes útra, vagy valamiféleképpen javítson azon, ahogyan viselkedünk, vagy az ő útját járjuk. És én tudom saját magamról, mert rengeteg visszajelzés érkezik ilyen vagy olyan, és egyáltalán nem azt mondom, hogy egyszerű elfogadni azt, amikor az embert kritizálják, azonban nagyon sokszor kénytelen elfogadni. Különösen akkor, amikor többször ugyanaz a probléma felmerül, és nem lehet figyelmen kívül hagyni ez az egyik módja annak, hogy fejlődjünk, és alig, hanem a legegyszerűbb módja annak, hogy fejlődjünk. De talán az egyik legnehezebb is, hiszen mármint, hogyha csak magamra gondolok, nem egyszerű elfogadni a kritikát másoktól, azonban az ember kénytelen, hiszen a lényeg nem az, hogy igazam legyen, vagy hogy igazunk legyen, a lényeg az, hogy pontosabban járjunk az ő útján, azon a keskeny úton, amiről mindig szó van. És ha ez azt jelenti, hogy másoktól elfogadjuk a kritikát, vagy azt a véleményt, ami esetleg nem esik jól, akkor, akkor így kell, hogy legyen. De nagyon gyakran az a válasz, hogy ne ítélkezz, te nem ítélhetsz meg engem, csak Isten ítélhet meg engem, miközben meg fogjuk látni azt, hogy ez egyáltalán nem így van. Mi nem ítéletet mondunk ilyenkor, vagy mások nem ítéletet mondanak felettünk, hanem sokkal inkább az ellenkezőjéről van szó, szóval arról, hogy meg akarnak óvni minket az ítélettől, ami bekövetkezne, amennyiben azon az úton haladunk tovább, amin haladunk. Erre akarnak figyelmeztetni vagy ők, vagy pedig Jahua az ő szellemén keresztül ezeket az embereket arra mozdítva, hogy figyelmeztessenek minket. Ha már az ítéletnél tartunk, akkor nézzük meg, hogy mit mond erről maga a megváltó Jahukanon János 7. fejezet 24-es vers. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Ez tulajdonképpen két parancsolat egy mondatban. Egyrészt az, hogy ne ítéljünk a látszat után, ami egyáltalán nem újdonság, mint ahogy semmi sem újdonság, amit ő mondott. A másik pedig az, hogy igaz ítélettel ítéltek, ami szintén nem újdonság, mint ahogy semmi más nem az, amit ő mondott. Ez a szó, ami itt ugye ítélet, Strong's G 2919 Crino. Ami egy ige annyit tesz, mint megítélni vagy meghatározni. Általában ebben a két minőségben szerepel, de egyébként a jelentései között van az elválasztani, kiválasztani, vagy pedig csak így általánosságában véve választani. De ugyanúgy, ahogy elfogadni, jóváhagyni, Megbecsülni, vagy pedig előnyben részesíteni, továbbá valamilyen véleményen lenni, valamit gondolni, valamiről meghatározni valamit, megoldani valamit, kijelenteni valamit, vagy pedig ítélkezni. Az ítélkezés alatt arról van szó, hogy véleményt formálni arról, hogy valami jó vagy rossz, Uralkodni, kormányozni valamiféle hatalommal, és vitatkozni, megvitatni valamit, vagy pedig törvénykezni. Amiről beszél, a megváltó az az, hogy igaz ítélete ítéljünk, mégpedig a mindenható törvény alapján ehhez viszont ismernünk kell az ő törvényét. Amennyiben nem ismerjük, akkor nem tudunk az embereknek segíteni, hiszen magunk sem tudjuk, hogy hogyan lehet a keskeny úton járni, amiről ugye Máté, Máté, Jahu 7-es fejezetben olvashatunk. Ehhez viszont olvasnunk kell az úgynevezett Ó Testamentumot, a Tanákat, hogy megtanuljuk azt, hogy mi az, amit pontosan a Teremtő akar, és elrendelt számunkra. Ahogy mondtam, semmi újdonság nincs abban, amit itt a megváltó mondott, hiszen ugyanez van írva Vaikra 3. Mózes 19-es fejezetben. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, 15-ös vers. Ne nézd a szegénynek szemét, se a hatalmas szemét ne becsült, igazságosan ítélj a te felebarátodnak. Szó szóval szerint amit mondott Yahusha eh, másiák a farizeusoknak. Ugyan ezt tanácsolta Jahua Mózesnek. De nem csak Mózesnek, hanem mindannyiunknak. De hogy mennyire felhívja figyelmet, az Tehelim Zsoltárok 37-es fejezet, 28-as vers, ami így szól, mert Jahua szereti az ítéletet és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig két a Yahua szereti az ítéletet. Az igazak öröklik a földet, az igazak azok, akik a parancsolatokban járnak, és teljesítik azt, és mindvégig rajta lakoznak. 30 -os. Bölcsességet beszél az igaznak szája, bölcsesség ugye mindenható szava, és nyelve ítéletet szól, az igaz ember nyelve ítéletet szól. Elohimnek törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Jahua szereti az ítéletet, hiszen tudja, hogy az igazaknak a szája bölcsességet beszél, ami az ő ítéletei, és így ítélek. Ezt a fajta ítéletet szereti. Azt, amikor Elohim törvénye van az ember szívében, és akkor nem ingadozik az ember lépése, és akkor jár a keskeny úton, és képes. Figyelmeztetni a többieket arra, hogy vajon jó vagy rossz úton járnak-e. Ezt a fajta ítéletet szereti. Ez a szó, amiről beszél, ami ítélet, hogy szereti az ítéletet, ez a szó ítélet, illetve az igaznak szája ítéletet szól, ez a szó nem más, mint Strong's Age 4941 Mishpat Mishpat és párt, ami annyit tesz, ítélet vagy valamilyen módszer, és a jelentése ugye ítélet, igazság, rendelkezés, de egyébként igazság, az ügynek az eldöntése, bíróság, vagy az ítélő szék folyamat valamilyen, valamilyen igazságszolgáltatási folyamat. Egy ügy, egy ok, amit, amit ítélkezésre bocsájtottak, ítélet, egy döntés, de végrehajtás, illetve idő mind-mind az ítélettel összefüggően. Igazságot jelent jogot, rendelkezést, döntést, törvényileg, tehát tulajdonképpen szó szerint azt jelenti, amiről beszél. A szó töve pedig nem más, mint Strong's H 8199 Chafet Chafet Ami pedig ítélkezni annyit tesz. Tehát ez egy ige, de ugyanazt jelenti ítélkezni, ítéletet hozni, kormányozni, megbüntetni valakit, vagy igazságot szolgáltatni, és amikor az a bíró vagy pedig a kormányzó igazságot szolgáltat, vagy törvénykezik, uralkodik, kormányoz, és valamilyen problémát eldönteni, vagy ellentmondást eldönteni, igazságot szolgáltatni, és a többi, és a többi. Tehát, ja, a teremtő szereti azt a fajta ítéletet, ami tőle származik, ami bölcsesség, ami az ő szava, ugye az a bölcsesség, és azt az ítéletet szereti. Amikor az embernek az ő törvénye van a szívében, akkor tud igazán segíteni a többieknek azáltal, hogy egyrészt figyelmezteti őket, másrészt pedig igazságosan dönt az emberek között. Ezek tükrében nézzük meg azt, hogy ha itt azt mondja, hogy igaz ítélettel ítéljetek, és megbeszéltük azt, hogy az igaz ítélet az, ami a bölcsességen alapszik, ami Elohim törvényén alapszik, amit az igazak szólnak, illetve felszólít erre vagy Ikra 3 Mózes 19-ben, hogy igazítélettel, ítélettel, igazságosan ítéljünk, akkor miről is beszélhet vajon Máté Jahu Máté 7-es fejezetben, mikor azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És ez hamarosan ki is fog derülni. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyan, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. A szó ugyanaz, ami, ami eddig volt az ítélt esetében a krino szó, ami ítéltet jelent. Hármas vers, miért nézed pedig a szákát, amely a te atyád fia szemében van, a genedát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? vagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ími a te szemedben gerenda van. Képmutató, vest ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ugorjuk vissza 3 Mózes 19-16 versenységgel. Ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen, én vagyok Jahua. Ugye arra figyelmeztet, hogy bár igazságos ítéletet eh, a szereti, ahogyan azt mondja a Zsoltárok könyvében, az emberek nem az a feladata, hogy bármerre, amerre megy, mindenkit próbáljon figyelmeztetni arra, hogy ki mit nem csinál jól, bármilyen apróság is az, hanem inkább az, hogy segítse a többieket, és rávezesse arra az útra, ami Elohim törvénye szerinti és a bölcsességre megtanítja az, megtanítja az embert. Nem az, hogy mindenhol, amerre járunk, folyamatosan azt keressük, hogy mi az, amit mások rosszul csinálnak, hiszen mindig fogunk találni olyat, amire, amire a ja, húság, ha másiák figyelmeztet minket, az azonban az, hogy ne azt a szákát nézzük, ami más szemében van, hanem sokkal inkább saját magunkat próbáljuk megtisztítani azoktól a hatalmas problémáktól, amikkel amikkel mi küzdünk. És mikor ez megtörtént, akkor kezdjünk el másokkal foglalkozni, miután magunkat már úgy, ahogy helyrehoztuk, és nincsen gerenda a mi szemünkben. És természetesen el lehet jutni arra a szint, amikor az ember idézőjében már gerenda nincs a szemében, hiszen remélhetőleg erre a szintre hamar eljut mindenki, azonban, apró száknak mindig is lesznek, hiszen senki sem tökéletes. De a feladatunk az, hogy figyelmeztessük egymást arra, hogy mi a helyes út, és mi az, amit tennünk kell, hiszen sokkal egyszerűbb látni a másik ember problémáit kívülről nézve, mint a saját magunkért. Úgyhogy az, amikor figyelmeztetek minket bizonyos dolgokra, az egyáltalán nem ítélet, vagy rossz indulat, hanem a legtöbb esetben inkább valami olyasmi, amit mindannyioknak meg kellene fontolni. Akármennyire is akármennyire is rosszul esik, vagy pedig nehéz elfogadni. Még annyit hozzá hogy a képmutató szó az itt nem más, mint Strong's G 5273 ami szó szerint képmutatót jelent, érdekes az, hogy színészt, vagy egy színpadi játékos, egy színész jelent szintén. Vagy képmutatót szó szerint valaki, aki valaminek tetteti magát. De hogyha megnézzük a definícióját a szónak, akkor egy színész, aki valamilyen felvett karaktert játszik. Egy képmutató. Tehát, amiről itt beszél, Máté 7 fejezetben, az az, aki, mint ami akkor volt a farizeusok, vagy az írástudók, hogy hirdették azt, hogy ők az úton járnak, azonban egyáltalán nem úgy viselkedtek. Pontosan erre figyelmeztet, hogy nehogy ebbe a hibába essünk, hogy mi is hirdetjük azt mindenfelé, és közben pedig mi magunk nem az úton járunk. Egy dolog tudni, és egy másik dolog tudni, és úgy élni. És ugyanerre figyelmeztet Lukács hatos fejezetben szintén. Ugye sem ellentmondás nincs, sem pedig arról nincs szó, hogy nem szabad figyelmeztetnünk egymást, sőt, ez a kötelességünk, hogy figyelmeztessük egymást, hanem arról van szó, hogy egyrészt a mindenható törvénye alapján, ja hua törvénye alapján éljünk, és úgy figyelmeztessük a többieket, másrészt pedig saját magunkat kell először rendbe tennünk többé-kevésbé, és utána elkezdeni az apróságokat másnak javasolni. Még annyit hozzátennék, hogy amiről itt szó van, az valószínűleg arra is utal, hogy amennyiben mi hasonló vagy ugyanazt a hibát vétjük, illetve ugyanazt a bűnt követjük el, vagy ugyanazon a nyomon járunk, mint amire figyelmeztetünk másokat, az mindenképpen kimeríti a képmutató jelentését. Úgyhogy különös tekintete arra, hogyha a mi problémánk azonos az, amit, amire másokat figyelmeztetünk, arra kellene tekintettel lenni és figyelmet fordítani, hogy a saját magunk dolgát rendezzük el, hiszen nem fog akkor a másiknak igazából használni, hiszen ránk néz, és arra fog gondolni, hogy ugyanez a te bajod, akkor minek beszélsz nekem. Így nem lesz hasznos egyrészt, másrészt pedig akkor a probléma fölmerül, amiről itt beszél, hogy mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértéken mértek, olyannal mérnek néktek. És hogyha mi másokat azért elítélünk, vagy megfedünk, vagy arra figyelmeztetjük, amit mi ugyanúgy elkövetünk, akkor az semmiképpen nem lesz a végén hasznunkra. Nézzük három mozes fejikre, ötös fejezetben az első verset. Ha azzal védkezik valaki, hogy itt egyből arról van szó, hogy valaki bűnt követel, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, de meg nem jelenti azt, ő hordozza a védségének terhét. Tehát az is bűn, ha mi tudjuk, hogy valaki más bűnt követel, és tanúsíthatnánk, de nem tesszük. Úgyhogy azok, akik rohangálnak a világban, és azt mondogatják, hogy ne ítélj meg, meg te nem ítélhetsz meg, azok nem értik a dolog lényegét. Ha nem figyelmeztetjük az embereket arra, hogy bűnt követnek el, akkor mi viseljük azoknak a bűnét. Akár tudatlanságukban, akár szándékosan követték el ezeket. És ha jobban belegondolunk, ez az a rendelkezés, aminek segítségével a megváltó Jahusa másiák magára tudta vállalni egyrészt ugye a Yahudim, a zsidók idézőtet bűnét, vagy az izraeliták bűnét és a világ bűnét, hiszen mindenkinek azt mondta, hogy ő nem ítélkezik és ő nem vádolja. De ugyanakkor látta, az egészet szemtanúja volt, az, az egész emberiség bűnös életének. Ennek ellenére nem szólt senkinek, nem vádolta, hanem megtérése szólította fel, és ezáltal rászállt mindenkinek a bűne. És ezt szegezte, az azért járó átkokat szegezte a karóra a végén. De most igazából nem ez a téma. Lényeg az, hogyha valaki látja, hogy más bűnt követel és nem szól, akkor ő maga lesz, válik ezzel bűnössé. Ugye ezután még a tiszta tisztátalan dologról is szó van, illetve arról, hogyha az esküt nem tartja be valaki. És az ötös így ízó akkor, mivel hogy védkezett ezek közül valamelyikben, amiket itt felsorol, vallja meg azt, amiben bűnösé lett, és vigyen az ő védkét Jahuának az ő bűnéért, amelyet elkövetett egy nőstény, báránt vagy kecskét a nyájból, bűnért való áldozatú, eképpen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért. Tehát ha bűnt követünk el ezáltal, hogy nem szólunk, akkor azt meg kell vallanunk. Jahuának, és bocsánatot kell kérnünk azért engesztelést, és így szabadulunk meg attól a bűntől hiszen nyilván már áldozat nem kell hoznunk, állatáldozat. De mindenképp el kell ismernünk azt, amikor bűnt követünk el, akár azzal, hogy nem szólunk másnak, aki bűnt követel. Természetesen ez nem mindenkire van, nem az egész világ mindenkinek a, a dolgait kell nekünk megvallanunk. Ez arról szól, hogy azok, akik egy úton járnak, akikről tudjuk, hogy ezt az utat járják, azokat kell figyelmeztetnünk. Vagy azoknak a bűneiért lehetünk felelősek. Mert hogyha az egész világon mindenkit, akkor, akkor az egy nagyon hosszú nap lenne, mire azt mindet az ember megvallja, vagy pedig jár körbe a világon, és mindenkit figyelmeztet arra, hogy éppen mit csinál ez mindig arra, azokra vonatkozik, akik egy úton járnak, azokat kell figyelmeztetnünk, vagy pedig tanúbizonyságot tennünk arról, amit ők csinálnak. Egy nagyon jó történet alakul ki Nehemiás, Nehemia 5 fejezetben, és egy nagyszerű példa arra, hogy mi a különbség az ítélet és a figyelmeztetés között. Ez pedig így szól, az első vers, lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek, az ő atyofiok, a jahudim zsidók ellen. Ugye a, a nép fellázatta az irányítók ellen, aki ugye a, a Júda törzséből valók, akiket úgymond zsidónak nevezhetünk. Valának, akik ezt mondják vala. Fiainkkal és lányainkkal együtt sokat magunkkal vagyunk, nékünk gabona el, hogy együnk és éljünk. És valának, akik ezt mondják vala mind mezeinket, mind szőlőinket, mint házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk gabona kell, mert éhezünk. Viszont a valának, akik ezt mondják vala, kölcsön vettünk pénzt a király adójáért, a mi mezeinkre és szőlőinkre, és ímé e bár a mi testünk éppen olyan, mint a mi atyánk fiainak testük, és a mi fiaink olyanok, mint az ő fiai, minélkünk mégis rabság alá kell adnunk a fiainkat és lányainkat, sőt, van, sőt vannak már, rabszolga leányaink is, és nincs erőnk arra, hogy megváltsák őket, hisz mezeink és szőlőink másoké már. Ugye, az, ahhoz, hogy fizessék az adót, ahhoz rabságba kellett adni a gyermekeiket, és a földjeikre gyakorlatilag kölcsönti elzálogot vettek föl, ami tilos a törvény által, hiszen nem, izraelitának nem adhat uzsora kamata senki kölcsön, ugye a saját népén belül. Ez az alapszituáció, erről beszélek. Hatos, felette nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásokat se dolgokat hallottam. Természetes, hiszen tudta, hogy ez egy bűn, és magamba szállva gondolkodtam erről, és megfeddém az előjárókat és főembereket, ezt mondván nékik. Ti, a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szerzik ő ellenük nagy gyűlést. És mondám léki, mi megváltottuk a mi atyánk fiait, a jahudímat, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak vala, amiért tehetségünk szerint, és ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, s ők nékünk adják el magukat. És hallgatának, és nem tudának felelni semmit. Tehát felhívja erre a figyelmet, hogy ők bűnt követnek el. Ezáltal megfeddi őket, és mondék, nem jó dolog ez, amit ti cselekeztek. Hát nem fogtok ti a mi Elohimünk félelmében járni? Hogy ne gyalázzanak minket a pogányok a mi ellenségeink? Úgyhogy ez egy nagyszerű példa arra, hogy semmiféle probléma nincs azzal, mikor az ember felhívja a másik figyelmét arra, hogy rossz úton jár, bűnt követel, vagy védkezik, vagy megszegi a törvény. Mindaddig, amíg ő maga nem követi el ugyanazt, vagy legalábbis jó úton jár. A probléma az, hogy a világnak a mentalitása olyan, hogy egyszerűen semmiféle kritikát nem képes elviselni senki, anélkül, hogy fel ne háborodna, hogy, hogy, ne, ítél, te, ne ítélkezz, meg ne ítélj meg, 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 meg ilyen összevisz a dolgok. Úgyhogy fogalma sincs arról igazából, hogy mit beszél. Ha soha senki nem hivatná fel a figyelmet arra, hogy valaki más rossz úton jár, akkor mindannyian előbb-utóbb rossz úton járnánk. Nem véletlen, hogy az ellenség kitalálta a politikai korrektséget. Ezzel megakadályozván azt, hogy az emberek figyelmeztessék egymást, hiszen gyakorlatilag minden sért valakit, és ezáltal nem politikailag korrekt. Nézzük meg, hogy mit tudunk meg Misli példabeszédek 9-es fejezetből ugyanerről a témáról. 6-os vers így szó. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek után. Ezek szerint vannak bolondok, ezek szerint, ezek szerint mi tudnunk kellene, hogy kik azok a bolondok, és meg is tudjuk azt. Zsoltárok könyve 14-es, Tehelim 14-es fejezetből, ahol is így szólt Dávid azt mondja a balgatag az ő szívében nincs Elohim. Megromlottak, utánatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. A bolond az, aki azt mondja, hogy nincsen Elohim. A teremtő nem létezik, ez az egész, csak mese azok, akik rossz úton járnak, akik a saját fejük után mennek, akik törvénytelenül élnek, azok mind a bolond kategóriába tartoznak. Ugyanerről ír e, Zsoltárok Teheli 53-as fejezet. De hogy visszatérjünk ide, aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi a latrot, szégyenére lesz. Tehát egymást tanítanunk kell, és egymást figyelmeztetnünk kell, még akkor is, ha nem feltétlenül ítélkezni, vagy megfedni, azonban azt, aki bolond, aki nem hisz, annak teljesen fölöslegesen beszél az ember. Hiszen abból csak veszekedés lesz, abból csak az lesz, hogy nevetségesé tesszük magunkat. És meg fogunk szégyenülni, hiszen a bolondok úgy sem értenek a szóból. Ha ezeket békén kell hagyni, hogy járják az ő útjukat, mi pedig járjuk az eszesség útját. Fölösleges azokkal foglalkozni, akik nem hisznek. 8. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A bolondokat, akik nem hisznek, akik csak a hibát keresik, akik arról beszélnek, hogy ezt emberek írták, vagy ellentmondás van benne, itt, ott, amott. Ezekkel fölösleges foglalkozni, és fölösleges nekik erről beszélni, hiszen ők bolondok, hagyjárják az ő saját útjukat. A bölcs az, aki Elfogja, fogja fogadni. Még akkor is, ha nem tetszik neki. Ő az, aki a végén rá fog jönni, hogy az ő javát akarjuk az által, hogy, hogy figyelmeztetjük, vagy megfedjük azért, hogy rossz úton jár. A bölcs ember elfogadja a figyelmeztetést, vagy a fedést A bolond, a csúfolkodó meg járja a saját útját. Kilences Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. Hiszen a bölcsességnek kezdete a huának félelme, és a szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam, a hua sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. A bölcs az, aki elfogadja, így még bölcsebb lesz. Az igaz az, aki megérti a figyelmeztetést, és így folyamatosan fejlődik az úton. A gyönyörű az az egész könyvben, hogy amikor az ember elejétől végéig olvassa, és próbálja megtalálni az összefüggéseket az ellentmondások helyett, akkor mindig meg fogja találni. Lukás 19-es fejezetben így ír, mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van adatik, akinek pedig nincs, még amilyen van is, elvétetik tőle. Ugyanúgy, ahogy Mati, Jahu, Máté 25-ös fejezet, 29-es vers, mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Hiszen a bolond nem fogja megérteni, a csúfoló nem fogja megérteni azt, amiről beszélünk, így idővel egyre távolabb kerül az igazságtól, míg a bölcs, akinek van, meg fogja érteni, és így ő egyre több tudást és bölcsességet gyűjt magához és a végén eljut oda, ahova szeretne. Példabeszédek Mislé 13-as fejezet így kezdődik. A bölcs fiú hallgat vagy enged atya intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem áll. Pontosan ugyanaz, amiről az előbb szó volt a bolond, vagy a csúfoló, csúfolódó, az mindig csak a hibát keres, hogy mit, miért nem, miért, miért emberek írták, miért ellentmondás van benne. Egyszerűen bolond. Ő semminek nem fog, semmire nem fog hallgatni. Az a bölcs, aki viszont hallgat akár a fedésre, a figyelmeztetésre, vagy az ítéletre, hiszen ebből tanulni fog, és még bölcsebb lesz. Ugyanúgy, ahogy azt uh, megerősítette a messiák is, ugyanúgy, ahogy a tanákban is van. 9. vershez, ha leugrunk, így szól az igazak, világossága vigassággal ég de az igaztalanoknak szövétnek kialszik. Mi az a szövétnek, ami kialszik? Példabeszélek Misli 6 fejezet 23-as, mert szövétnek a parancsolat is a tudomány, világosság, életnek útat tanító feddések. A huassava szava és az ő parancsolatai maga a világosság és a szövétnek. Ez az, ami kialszik az igaztalanoknak, hiszen tízes csak háborúság lesz a kevésségből, a büszkeségből, azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik bölcsességben. Azoknak a szövétnek kialszik, akik a büszkeségükre hallgatok és nem hajlandók elfogadni sem a tanítást, sem a javítást, sem a figyelmeztetést, sem semmit. Az ő szövétekük ki fog aludni, hiszen ez a parancsolat és a tudomány az értelem. A mindenható szavának értése és ismerete az a világosság, ami kijön a lámpásba. És az élet útja a tanító fedések. Azok a fedések, amiket kevésége, büszkesége miatt visszautasít, azok lennének az élet. Erről beszél Misli 13-asban itt, és ezt erősíti meg a 6-os fejezetben. Ugyanúgy, ahogy 119-es Zsoltár 105-106, 119, az én lábamnak szövétek a te igéd. Ez az, ami megvilágítja az utat számunkra az életben. És megmutatja azt, hogy merre kell mennünk, hogy jó úton járunk-e, vagy sem. És ez az ősvényemnek világossága. Innen tudja az ember, hogy jó úton jár, hogyha összehasonlítja azt, amit a Mindenható javasolt, tanácsolt, az instrukcióival, a torájával, és amerre az ember jár, ami a döntéseket hoz, ez lesz a világosság, és ez mutatja meg az utat, ugyanúgy, ahogy itt azonban ha az ember a büszkesége miatt nem hajlandó elfogadni, előbb-utóbb kialszik, hiszen hogyan tudna fejlődni, ha nem hallgat másokra, akik általja hua figyelmezteti az ember. Hiszen minden figyelmeztetés, ami más embertől jön, azért jön, mert valahogy a lélek arra ösztönzi azt az embert, arra mozdítja, hogy szóljon nekünk. Semmi sem történik véletlenül hanem aki visszautasítja ezt a büszkesége miatt, az rossz úton jár. Úgyhogy nem minden figyelmeztetés, ítélet, és nem minden ítélet vagy figyelmeztetés rossz, hanem az embernek igenis érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen úton jár. És én ezt saját tapasztalatból állíthatom, hogy bár nehéz elfogadni, legalábbis az saját nevemben beszélek, nehéz elfogadni sokszor, de a legtöbbször, ha az ember igazán magában néz, akkor látja azt, hogy a feddés, vagy az a figyelmeztetés, az bizony helytálló. Ennél sokkal egyértelműbben fogalmaz Misli példabeszéde 24 arról, hogy mi a mi kötelességünk. Ezek is a bölcsek szavai. Szemét válogatni az ítéletben nem jó, erről beszéltünk korábban, ezzel kezdték gyakorlatilag. Mindenkit azonos mértékkel kell megítélni, Következő az érdekes, aki azt mondja az igaztalannak, igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megutálják a nemzetek. Amennyiben azt mondjuk a bűnösnek, vagy elfogadjuk az ő viselkedését, vagy szemet hunyjuk felette, vagy nem figyelmeztetjük, sőt, megerősítjük benne, az egy átok, ami ránk fog szállni. 25. Akik pedig megfeddik a bűnös, azoknak gyönyörűségük lesz, és jó áldás száll Szóval figyelmeztetni a másikat, a társunkat arra, hogyha rossz úton jár, az egy áldás. És amennyiben pedig nem tesszük meg, vagy az igaztalant dicsérjük meg, az pedig egy átok. Úgyhogy kötelessége az embernek, ismét csak megerősíti Misli 24, hogy kötelességünk az, hogy figyelmeztessük az embert arra, ha rossz úton jár. Misli példabeszélek 27-es fejezet így szól, jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Ugyanúgy, ahogy eddig is arról beszél, hogy nem, hogy lehet, hanem kötelessége az embernek az, hogy segítse a másikat azzal, hogy figyelmezteti arra, ha rossz úton jár. És ez nem ítélet, ez nem rossz indulat, egész egyszerűen így tanul az ember, és így tud rajta maradni az úton. A hallgat a fedésnek, és jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Hat jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebe. Ezek jó szándékot fejeznek ki, még akkor is, ha sértik az ember büszkeségét. És te a gyűlölőnek csókja. Ugye az, aki titkon utál minket, de a szemünkbe azt mutatja, hogy szeret, az pedig, ahol pedig nem kevés van, és az haszontalan. 7. A jól lakott ember még a lépes mézet is megtapodja, de az éhes embernek minden keserű, édes. Az, akit nem érdekel ez az út, az a fölösleges foglalkozza. Ugyanúgy, ahogy a disznó elé nem érdemes a gyöngyöt vetni, mert nem foglalkozik vele, nem értékeli, ugyanúgy az az ember, akit nem érdekel ez az út, annak hiába adjuk a mindenható szavát, nem fog foglalkozni. Azonban az, akit érdekel, annak még az is édes lesz, ami kimutatja vagy rámutat az ő saját hiányosságaira, vagy hibáira, vagy arra, hogy esetleg rossz úton jár. Mert bölcs, és mert éhezik az igazságra. Nyolcas, mint a madárka, aki elbújdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbolydosott az ő lakóhelyétől. Kilenc a kenet és jó illat megvidámítja a szívet úgy, az ő barátjának édes szavai, melyek lelke tanácsából valók. A tanácsok, a fedések, a figyelmeztetések azok nem ítéletek, nem rossz indulat, hanem azt bizonyítja, hogy az az ember igenis törődik velünk, és szeretne segíteni minket, hogy a jó úton maradjuk. Ezt hasonlítja a kenethez és a jó illathoz, ami megvidámítja a szívet. És inkább édesnek kellene, hogy tűnjön, mint hogy hagyjuk, hogy a büszkeség uralkodjon rajtunk, és ne fogadjuk meg. Hanem sértésnek vagy ítéletnek vegyük vagy ellenálljuk. Bármennyire nehéz. Következő. És egyben utolsó a példabeszédekből, ez pedig Misli 28-as fejezet. Megismét le azt, amit már számtalanszor hallottunk, szemét válogatni nem jó, mert egy falat kenyért is védkezhetik az ember. Ugye arról beszél ismét, hogy mindenkit egyenlő módon kezeljünk, akár gazdag, akár szegény, teljesen mindegy, mindenféle körülményre, tekintet nélkül mindenkit azonosnak kezeljünk, mivel ha nem, akkor akár a legkisebb dologért is védkezhetünk, hiszen amennyiben nem így kezeljük őket, az maga vétek, teljesen mindegy, hogy milyen ítéletről van szó, vagy mi a konkrét helyzet. 22. Siet a marha keresésre a gonosz szemű ember, és nem veszi észre, hogy szükség jön rá. 23. Aki megfeddi az embert, Végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű. Az, aki figyelmeztet minket, aki megfed minket, amire azt gondolnánk először, hogy ez egy ítélet, vagy, vagy mit beszélsz nekem, végül az az, akinek hálálkodni fogunk. Hiszen abból tanulunk, és úgy válunk jobbá, és úgy fogjuk tudni járni az utat egyre pontosabban. Nem az az ember lesz aki sima nyelvű, ugye, aki mindig azt mondja, amit épp hallani akarunk. Az, aki megfed minket, aki figyelmeztet, az igazán az ember barátja, és az, akit az okos kedvelni fog. Hiszen tudja, hogy tőle tanulhat, nem attól, aki mindig azt mondja, amit éppen hallani akarunk, mert attól nem lehet tanulni. Végezetül pedig Kahalet, Prédikátor könyve, Hetes fejezet, így szól a hármas vers, jobb a szomorúsága nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Az ember tanul a problémáiból és a nehézségeiből, és azokból a helyzetekből, amiben nem érzi jól magát. Ez az, ahogy az ember jobbá válik ebből tanul, hiszen így tanítja őt a mindenható. Mindjárt meg fogjuk ezt nézni ahogyan azt Misli 3 hármas fejezetben mondja, hogy a Juan fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne unt az ő dorgálását, mert akit szeret Jahua, megdorgálja, és pedig, mint az atya, az ő fiát, akit kedvel. De akinek ez nem elég, az megnézheti ugyanezt, ezt megláthatjuk pedig, Jahudim, immasiak zsidókhoz 12-es fejezetben, ahol is így szól. És elfeledkeztetek éj az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg Jahuának fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgált téged, mert akit szeret Jahua, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Akkor hogy mondhatja bárki is azt, hogy az új szövetségben eltörlődtek a parancsolatok, vagy bármi hetes. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik Elohim, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa. Akár csak ugye Misli hetes fejezetben, amiről beszél, négyes pedig így szó, bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig emély a vigasságnak házában. Az, aki mindig az örömét keresi, aki mindig azt mondja, hogy úgy, hogy nekem ezt kell csinálni, vagy azt, vagy azt hiányzik, vagy ez hiányzik, vagy amaz hiányzik. Aki mindig azután néz, hogy hogyan lehetne boldogabb, meg a boldogságát keresi, vagy a nevetést, meg a vidámságot, az bolond. Egész egyszerűen erről van szó. És ez nem az én véleményem, hanem Misli, Prédikátor könyve, 7. fejezet, 4. vers. Ezt mindenkinek figyelmébe ajánlom. A bolondoknak elméje a vigasságnak házában van. 5. Jobb a bölcsnek dolgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Minek legyek bolondok körül, akik vigadnak, mikor nem lehet belőle tanulni semmit? Inkább akkor már a feddést hallgatom azoktól, akinek értelme van, és jó úton jár, hiszen ez az, ami a végén életet fog adni mindenkire. Hatos, mert olyan a bolonnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Ez egy nagyszerű néhány vers szerintem, amit mindannyiunknak mindannyiunknak a szem előtt kell tartani, szinte mindig. Hiszen ez a világ állandóan azt hangoztatja, hogy nekünk valamilyen formában boldognak kell lenni, nevetni kell, élvezni az életet, meg részt venni abban a szemétben, amit a világ kínál. És ez szöges ellentétben áll azzal, amire figyelmeztet itt. Hiszen a bolondok nevetése olyan, mint a tövis ropogása a fazék alatt, hiszen nem fogja azt, a, ami a fazékban van, felmelegíteni, hiszen nem elégséges, hiszen ahhoz fára van szükség. És ilyen a bolondnak a nevetése. Hiába valóság. Ez az egyik, a másik az, mikor nevetnek rajtunk, vagy gúnyolnak, teljesen mindegy. Az, hogy a bolond mit csinál, vagy mit mond, annak nincs jelentőség. Tőle nem lehet tanulni, el kell kerülni úgy, mint a mint a leprás gyakorlatilag erre figyelmeztet. Ebben a részben ennyit fogunk megbeszélni, és remélem, hogy, hogy mindannyian elolvassátok majd a verseket külön-külön, és mindenki próbálja meg értelmezni magának, kérje a hua segítségét, hogy értelmet adjon neki abban, hiszen mindannyian képesek vagyunk megérteni, és akár természetesen ennél sokkal többet is ki lehet ebből hámozni, mint amit most hallottatok. Én úgy gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy megértsük azt, hogy nincsen, nincsen előre haladás, nincsen fejlődés anélkül, hogy az ember nehézségeken menne keresztül, vagy pedig hajlandó lenne elismerni azt, hogy mennyire tudatlan, és a tanácsot elfogadni másoktól. Ha mindenki csak annyit tanult ebből az egészből, mint amennyit én, akkor az nagyszerű lenne. Én remélem, hogy hasznosnak találtátok és mindenkinek a leges legjobbakat. Halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!